A Bihar Citera zenekar 2018. január 20-án alakult a következő bihari települések citerásainak összefogásával. Bakonyszeg, Beretyóújfalu, Biharkeresztest, Debrecen, Esztár, Gábornyán, Pocsaj, Vésztő, Zsáfa és Nagyvárad. Életre hívója a Furtai Juhász Erzsébet hagyományőrző egyesület, melynek elnöke és egyben zenekar életének szervezője Csordás Jánosné. Az együttes célja a bihari élő népművészet terjesztése és életben tartása. Művészeti vezetője Tóth Gyula, a népművészet ifjú mestere, citerakészítő, népzenész, tanár, valamint több együttes szakmai tanácsadója. A népművészet ifjú mestere egy díját 2020. 8-20-án vehette át, amelyhez ezúton is gratulálunk. Az együttes egyediség és különlegessége a nagy létszám. A legfiatalabb 15, a legidősebb tagunk pedig 82 éves. Napjainkban működő népi hagyományainkat őrző citerások többsége aranyminősítéssel rendelkezik, megalakulásuk óta már több magyarországi és határainkon túli településen léptek fel, például Budapest, Tiszakécske, Vésztő. A számos Hajdú-Bihar megyei település mellett Nagyváradon, illetve Margitán is bemutatkoztak. Az együttes tagjai Furtai népviseletben mutatkoznak be. A Bihar Citera zenekar műsorát a bihari térség dalkincsére építi, melyek Bence Lászlóné, dr. Mező Judit bihari népdal gyűjtéseiből származnak. Fellépéseiket, próbáikat a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai és működési, illetve a Csóri Sándor névzené pályázatból valósítják meg. Mai fellépésük alkalmával Katona dalcsokrot adnak elő. Kérem, fogadják őket szeretettel. A Facebookon is gyakran láthatjátok őket, mert előfordulnak sokszor.